How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to you, shame on me. Hollywood News Agency. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood Hírnökség, és beszéljünk egy kicsit a technológiai túlfejlettségünkről. Volt szerencsém egyszer beszélgetni egy kifejezetten intelligens emberrel, aki azt mondta nekem, hogy az emberiség problémáinak teljes összessége abból fakad, hogy technológiailag messze sokkal jobban fejlettek vagyunk, mint szellemileg. Történt ugyanis, hogy a római birodalom kialakulása végtelen lehetőséget létesített a technológiai vívmányok exportjára és kultúrákon átívelő fejlesztésére. A baj ott kezdődött, hogy mindeközben a szellemi fejlődés messze nem bizonyult ennyire pénzügyileg kifizetődőnek. A görögök nyilván ott toporogtak a sarokban valahol, de amikor megpróbálták bedobni a lételemzés szükségességét a közösbe, valaki felhozta a rekreációs pedofília fogalmát és elkúsoltak egy időre. A lényeg az, hogy nem vagyunk olyan okosak, mint amennyire fejlettek. Pontosabban a társadalom szellemi fejlettségi szintje nem éri el a technológiai fejlettségi szintjét, és így a technológia vívmányait nem tudja helyesen alkalmazni. Egyre többünk hord a zsebében legalább egy olyan informatikai készüléket, ami számítási képességeit tekintve képes lenne egy űrhajót elnavigálni nélkülünk, és arra használjuk, hogy olyan embertársaink szexuális potenciáját értékeljük megvető újbegy mozdulatokkal, akikhez a való életben már nem is mernénk oda menni. Ez egy nagyon fura jövő előszele. Kivel menjek ma haza? Nem, túl csúnya. Ez is. Nem is látszik a képen. Ez jó lesz. Dobunk? Aztán! A nyugati kultúra politikai berendezkedése minden hibájával együtt az emberi történelem legfejlettebb és legátláthatóbb hatalmi rendszere, mégis az átlag szavazó változatlanul úgy dönt a vezetőjéről, mint egy sarokba szorított kanos préri kutya. Ehhez meg se fogok próbálni illusztrációt találni. És végül szinte mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy döglődik a bolygó, ami a segünket a levegőben tartja, azt mégis szinte teljesen leálltunk az űrkutatás pénzelésével. Biztos, amit tuti? Meg hülye! De mindenkit óva intenék a felelősség elhárításáról. Jaj, annyira hülyék az emberek! És te mi vagy, bazd meg, házi nyúl? Mind együtt vagyunk benne ebbe a dologban. Továbbá mindezt félretéve szerintem még mindig agykápráztató, hogy mennyit fejlődtünk egy pár száz év alatt. Beszélgettetek ti valaha egy középkori földművessel? Egy csapat retardált az egész szaros bagázs! Ja, megfázásra medvenyálleves, mi? Ja, igen, kussolj Béla, mert elégetlek a falumágján! Azért jöttünk egy darabon. Szerintem tehát nem az a probléma, hogy szellemileg alulfejlettek vagyunk, hanem hogy teljesen normális szinten fejlődünk, viszont a technológiánk messze magasabb szintet igényel. És így a probléma megoldását is az ősi formulában látom. Ha ezt a fejlettségi különbséget szellem és technológia között egy olyan kulturális légkör hozta létre, ahol a technológiai vívmányok szabadon terjedhettek és szabadon fejlődhettek, akkor a megoldás is ugyanez. Egy olyan kulturális légkört kell létrehozni, ahol a szellemi termékek fejlődhetnek és terjedhetnek szabadon. Slőn az internet! Ne húzz a pofád! Minden kis macskás videóra jut egy politikai értekezés letölthető PDF formátumban. A lelkileg frusztrált 10 éves internet trollok minden kommentjére jut egy értelmes, érdekes vita vallás és tudomány között. Minden Facebook like-ra jut $1 20 cent művészeti adomány Kickstarteren. Az internet nem garantálja a szellemi fejlődést, de egy sosem látott lehetőséget ad rá. Minden más pedig most már csak rajtunk múlik. És ez nekem tetszik. És hogy miért beszélünk erről, nos, a filmek terén is hasonló a helyzet. A technológiai fejlődési roham, ami a mai napig tart a szakmán belül, sok öreget azzal az aggodalommal töltött el, hogy most már a film mint művészeti ág inkább a látványról fog szólni, sem mint a tartalomról. És ez néha így is van. De hála Istennek egyre többször jelenik meg a technológia, mint művészeti elem. Mint egy új lehetőség, amivel nem csak új világokat tudunk megalkotni, hanem új üzeneteket, új gondolatokat is tudunk közvetíteni. És mindkét gondolat mehetünkre remek példa mai filmünk. A központi témája ugyanis az, mennyire lehet veszélyes a jövőnkre nézve a technológiai túlfejlettségünk, viszont mindezt fantasztikus művészet technológiai vívmányokkal tálalja nekünk. Jöjjön a majmok bolygójának a lázadásának a hajnala! 2. A történet szerint egy szűk évtizeddel később térünk vissza az előző film eseményei után, és a világ illedelmesen össze is omlott időközben. Az emberek nagy része meghalt a Kergemaki vírustól, a megmaradtak pedig egymásnak ölelkezve remegnek a pillanattól, mikor elfogy körülöttük az áram. Mindeközben Cézár és majom társadalma rohamos fejlődésnek és növekedésnek indult, és éppen a belpolitikai hatalmi rendszerüket csiszolgatják, amikor összetalálkoznak az emberekkel. Révén, hogy az emberek minden fegyverarzenájukkal együtt végletekig el vannak keseredve, a konfliktus
klasszikus adott a két csapat között, de hogy ki kerül ki győztesen a csatából, az nem garantált. Annak ellenére, hogy az egyik oldalon ott van egy majom lóháton, aki két kézzel gépágyózik. Nem, igen, két külön kézzel. Majmok lovakon. Gépágyukkal. Gépágyukkal. Puff puff. Az ok, ami miatt ilyen hidegbére tudom ezt a képet felvázolni nektek, az az, hogy a film annyira jó, ez egy kis elhanyagolható eleme. Majmok. Ne feszíts túl. Lóháton. Az alapfelállás tehát az emberi társadalom kritikája. Egy apokaliptikusan letisztult világban feszül össze a technológia addikt jelenünk és a törzsi múltunk. A majmok társadalma ugyanis tökéletes tükörképe az emberiség múltjának. Van itt minden sámánizmus, csoportos vadászat, alapjogrendszer kialakítása, a katonai vezető hatalmi pozíciójának túlértékelése, tudjátok, ilyen majom dolgok. És így, amikor a két csoport összefeszül, tökéletesen látható, hogy miben fejlődtünk jó irányba, és miben vesztettük el az amúgy értékes gyökereinket. Vannak nagyon értékes gyökereink. Sokba kerül. És igen, tény, hogy a majom kicsit túlságosan egyszerű módja annak, hogy valaki kifejtsen egy társadalmi narratívát, de a film nagyon okosan használja. Nem egy gondolatmenetre fekteti fel, hanem rengeteg kis, apró vélemény csattan el a társadalmunkkal kapcsolatban. Olyan témákat dolgoz fel, mint a demokrácia, a diplomácia, a hatalomelvűség, a tudomány, az állatkísérletek, a lovak, mély értekezés a lovakról, igen, nem. És még egy rakás ilyen kis apró diskurzus zajlik a filmben, szépen összefonódva egymással. Elnézést, nem tudok témánál maradni, kicsit... Jó, mindegy. És hasonlóan sokszínűek a karakterek is. Nincsenek igazán hősök vagy követendő példák, de nincs igazán ellenség se, csak egy rakás szőrös vagy kevésbé szőrös karakterkísérlet rohangászik egymás körül. És megint csak olyan témákat hoznak fel, mint a vezető jellemi szükségletei, a nők funkciójának kiterjesztése és átértékelése, és a nép ereje és felelőssége. És megint csak az apokalipszisnek hála minden letisztult, nem marad más, csak társadalmi kísérletezgetés embereken és majmokon egyaránt. Értitek? Ez a film. Okos. A színészek pedig jók. Igen, a mellékszereplők nagy része karakterszínész, de jó hozzák azt a karaktert, amit színészkednek. És persze ott van mellettük Gary Oldman, aki felőlem most már Pokémon is lehetne, úgyis jó szerepet tudna hozni. Charles, te már nem szeretsz engem! Gary Oldman. Gary Oldman. Cut! Megvettem! Zseniális Gary! A lányom és én is szerelmesek vagyunk beléd. De nyilvánvalóan Andy Serkis viszi a prímet, mint Cézár. Ez az ember egy összegyűrt Pepsi-s robozt meg tudna tölteni karakterrel, de felveti a kérdést is. Értékelhető-e az ő munkája, mint színészi teljesítmény? Végül is animált a film mindene. Én ismét csak felhozva mai témánkat, technológiai fejlődés szempontjából ezt egy új fajta színészi alakításként könyvelem el. Ez egy kollaboratív karakteralkotás animációs csapat és Andy Serkis között. De ettől még a karakter hozva van, de gyorsan is térti bevénnyel. Szóval ez van egy nagyon okos, nagyon sokrétű film, remek karakterekkel és fantasztikus animációval tálalva. Na most! Mivel szeretem a kritikáimat mindig az adott film stílusához igazítani, ezért most, hogy átbeszéltük a film sok-sok okosságát, szálljunk le egy kicsit a magas lóról. Vár ugyanis a helyünkre egy majom gépfegyverrel! Yeah! Elsőként ez a film nagyon-nagyon jó, de nem hibátlan. Akad benne egy rakás olyan mellékszál, ami így szállogat és nem megy sehova. Meghalt a lányom! Nekem meg az anyám. Szóval majmok, ha? Abszolút. Hogy beszélgetés? Ezt kérdem én! Aztán a film láthatólag nem ért pár praktikus eszközhöz, mint a robbanóanyag, meg az antibiotikum. Főleg az antibiotikum. Az egyik majom csaj szülés közbeni komplikációk miatt megbetegszik, és aztán jön az embercsaj, és így... Antibiotikum. Tényleg? Tényleg így működik az antibiotikum? Csak így bármire, bárkinek, bármikor, bárhogyan. Leszakadt a lábam! Kettőt étkezés után és így áll rá sok vizet. Aztán meg a kihalás szélén álló emberi faj egy csapat Rózsika néniből áll. Mindenki halál illedelmes és kimért. Kihalás szélén a fajunk és jönnek a majmok! Mit tegyünk? Demokratikusan tiltakozzunk a vezetőségi döntések ellen. De csak szóban. Semmi tetlegesség. Mi létező emberek vagyunk. Abszolút. De a leglényegesebb dolog az alfa és az omega, inkább az omega, a film végén lévő csatajelenet, és azon belül is a majom lóháton gépfegyvere a kezében. Kettővel. Dual gépfegyver majom action! Amen! Egyszerűen látom magam előtt, amikor a forgatókönyvíró a producereknek felterjeszti ezt a gondolatot. Ebben a lezárásban testesül meg számomra a tökéletes mainstream film. Minden erényével, lehetőségével és szórakoztatási faktorával együtt. Szóval, leendő filmkészítő. Miután leközölted réteget politikai narratívát, miután számtalan vitaindító diskurzus kezdeményeztél, miután kommunikáltad mély és elgondolkodtató tanulságodat, jöhetnek a majmok lovakon gépegyverekkel. Miután mindenkinek megadtad a mentális rákcsálnivalót, hagyd, hogy megrágják.
Majmok lovakon gépfegyverekkel. Ne legyél a kultúrszovizmus áldozata! Majmok lovakon gépfegyverekkel! Attól még nem kell primitívnek lenned, hogy szórakoztató is legyen. Majmok lovakon gépfegyverekkel! Ez az én hitem! Ez az én népem! Halt hát szavunk, értékeljünk! Hát srácok, szerintem ez a film kihagyhatatlan, tökéletes ötvözete a tartalmas filmgyártásnak és a korszakalkotó animációnak. Érdekes, értelmes, elgondolkodható, de mégis mer szórakoztató lenni. Pontosan ezért én fogyasztásra egy kis szellemi tejterméket javasolnék, társaságnak pedig hát... Hát itt ti tudjátok, én ezt ide teszem, és ti töltsétek ki a többi! Nos, ennyi volt már a hírügynökség. Én mielőtt megyek, fel kell olvasnom egy ilyen dolgot, mert hogy tudja, most... Ez a mai film, ez egy nagyon jó film, mert nagyon sok karakterrel lehet kapcsolatot létesíteni. És az egyik ilyen karakter, aki nekem például nagyon tetszett, az Cézár volt, mert ő is egyfajta vezető, őnek is vannak felelősségei, és rajta is van feszültség, és ő se olvasná föl 3,5 oldalon keresztül, hogy mi az Isten az anyagi vonzata ennek a tetves szakmának, és hogy miért fontos az, hogy a befektetéseinket jól kezeljük, és ezért abba kell hagyni a műsort nyára. Ne, én... Te... Kus! Leülsz! Én felhívom a főnököt! Én engem nem raktok csak így félre! Én nem fogok csak így leállni! Igen! Szervusz! Gergő vagyok! Kapcsolnál a főnököt! Ne tedd le! Beszélnem kell a főnökkel!